2004. december 5-e egy sötét, gyalázatos napként vonult be a magyarság történetében. Akkor azt hihettük, hogy ez nem ismétlődik meg, ennek ellenére azok az erők, akik akkor kampányoltak a testvéreinkkel szemben, azok újra támadnak és szövetségesekre leltek Brüsszelben és a nagyvilágban. Nagyon fontos, hogy a baloldali és liberális ellenzék változatlanul azt a hamis látszatot kelti, hogy a külhoni magyar testvéreinket nem illetik meg ugyanazok a jogok, ezért a nemzeti kisebbségvédelmi kezdeményezést támogatnunk kell. Össze kell, hogy jöjjön az 1 millió aláírás, meg kell mutatnunk Brüsszelnek, de meg kell mutatnunk azoknak, akik elnyomták külhoni testvéreinket Szlovákiában, Romániában, Kárpátalján vagy éppen Szerbiában, hogy nincsenek egyedül a magyarok, és az anyaországiak kiállnak a külhonban rekedt, szakadt testvéreikért. Trianon után ez kötelességünk is, mint ahogy az alaptörvény is rögzíti, hogy mi magyarok felelősséget vállalunk a külhoni magyarságért, és a nemzeti összetartozás és az ezzel kapcsolatos folyamatos tanúságtétel az feladatunk. Ezért nagyon lényeges, hogy támogassa ön is a nemzeti kisebbségvédelmi kezdeményezést.